Szevasztok! Hát, péntek van! 9 óra 16. Megyek melózni. Állítólag ma lesz nulla eső, de olyan jó idő van, hogy rövid nadrág, 3 réteg ruha. Azért nálam az esővédő kabát meg nadrág, de 0,2-0,4 az nem ijeszt, amit így mondtak. Egyre melegebb van, úgyhogy nem tudom, mi lesz később, de nem is érdekel. Megyek melózni, utolsó nap a pénzszerzésre ebben a kifizetésben. Eddig egész jól állok. Ahhoz képest, ahogy szoktam. Szia, kutya! Az utóbbi kifizetésekhez képest most 20 000-rel leszek előrébb, ha mai nap jól sikerül. És azért a 20 000 plusz, az mindig 20 000 plusz. Sőt, ha a kettőig még több pénzt le tudok rakni, mint szeretném, tehát mondjuk megvan egy 11-2000 forint, az legyen az. Nagyságrendileg megdobja. Na, akkor már 25-tel leszek több. Nagyjából. Hirtelen mennyien jönnek ebbe az irányba. Hello! Ezt a idiótát. Gyerekek, mi van veletek? Na, találkozunk bent. Jó, most baromi jó az idő, jó a kedvem. Csütörtök nem létezik, tehát ezt nem vettük föl. Én meg a kamerám. Abból nem csinálunk adást. Szerda lesz még. Addigra, mire ezt kikerül, már látni fogjátok. A kedve az ma ment ki reggel. Ennek az volt az oka, hogy nem volt időm szerkeszteni. És bevallom őszintén, az egyik nap kedvem se volt. Olyan hullafáradt voltam este 6-kor. Én már nem álltam neki. Mert néha nagyon tele van a hómacskám a sebességgel, még most is tud olyan dolgokat kreálni a gép, hogy csak úgy nézek. Megjött az első cím. József körült vaj. Már egy jó hír. Ilyen korán jönnek a címek, ezt szeretem. Ez pedig 9.32-kor jött. Csak nyugodtan köszönöm. Nagyon jó. Amint látjátok, most más a képarány. Superview-ra változtattam, így 24 FPS lesz a felvétel. Úgy gondoltam, hogy ez most jó lesz. És úgy néz ki, most már tényleg el fogom magam határozni egy kameránál, de még előtte megvizslatom MediaMarktban, hogy valahol, mert ha befér ebbe, akkor jöhet. Ha nem fér be ebbe a gimbalba, akkor hát nem. Mert a stabilizáció nekem nem elég arra, hogy feladjam a harcot. Az az igazság. Mert jó, hogyha van egy ilyen szép kép, még kroppolással is, de nekem kell az, hogy egyenesen maradjon a kamera. Tehát a tenant follow mód az nekem maradjon meg. Jaj, kutya. Se védőmaszk, se tűzgátló cipő. Edzőcipőben aszfaltoz. Gratulálok. Szia! Megérkeztem, de még van 6 perc. Sziasztok! Szia! Sziasztok! Ja! Egyetleg, van benne tej vagy tojás? Nem ehetem meg. Nagyon köszönöm. De odaadom valakinek az útkod, meg köszönöm szépen. Sziasztok! A cím pedig a Múzeum körút 21.
Ezt még ne felejtsen el odaadni valakinek. Szerintem még itt is van valaki, akinek oda tudnám adni. Múzeum körül 21, oda mehetek a... ezen a vizén keresztül. Bródi Sándoron. De előtte gyorsan megnézem, van-e itt valaki, akinek szüksége van egy ilyen csigára. Biztos, hogy velem úgy. Mindig szokott itt lenni. Egy-egy állásnál neki odaadom. Üdvözlet! Mit szólnál egy kakaós csigához? Mit szólnál egy kakaós csigához? Mit szólnál egy kakaós csigához? Kér egyet? Én is kaptam, akkor mondom, olyannak adom, akinek szüksége van rá. Amúgy is szeretem. Ez az öné. Jó étvágyat! Köszönöm! Nagyon szívesen! Szép napot! Na, most meg futás tovább! Nagy pillanatra kárpótolva is lettem, ahogy elnéztem. Köszi! De rendes! Köszönöm szépen! Jó? Szép autó. Elvileg a túloldalra esik, pont szembe, majdnem, mert a Bio ABC mellé, ahol már régen voltam. Kéne nézni valami akcióst. Jaj, kimegyek innen, ezt elhalsz, nem lehet elviselni ezzel a bingóval. Hát a semmi csillapítás nincs. Hoppá, kutyus és szép hölgy. Köszönöm, kedves! Köszi! Ha-ha! Úgy mondja magáim! Igen? Köszönöm! Lolel! Le kéne taszítani a földbe! Most is van a 24. Pont itt. Ez az.
Átadtam, ledobtam, nincs másik cím. Átadtam, ledobtam, nincs másik cím. Nincs másik cím. Na, már egy csodás hölgyel kezdődött az első címmel. Már megérte. Most már csak címekre kell vadászni. Remélem, mi hamarabb jön egy jó kis címecske. Megnézem a statisztikámat. Na, nem is állunk el rosszul. Ha bejön, amit mondtam, akkor majdnem elérem, amit szeretnél. És ennek örülök. Kaptam egy új címet, srácok, nem hiszitek el. Budapest Bégdó. És 9 percen van odaérni. Így akkor már nem várom meg a Budapest bioboltot, bio ABC-t, hanem 2 perc lett volna, mire kinyit, ugyanis 10:00-kor nyit ki. És most 58 van. De az étel meg pont kész, tehát úgyhogy inkább megyek oda. Amúgy se kéne ilyen vacskokat mennem. Két banánnal többet elérek. Na ez megvan. Sziasztok! Köszi, én is. És van még egy cím, a Corvin Burger King. Jaj, de... A harmadik címért megyek. Oh, egyre több kék jön ki, ahogy telik az idő. Na, ez is egy érdekes kolléga volt. Semmi jelzés, csak jön balról. Akkor ott van jelezve az út, hogy hol kell jönni. Na, zöld. Nagy hülye vagy. Miért mész ilyen lassan? Az igen, balra fordult. Az szép. Mióta lehet itt balra fordulni? Thank you.
igen. Lassan engedélyt kell kérni a behajtásra sok autóstól. Na, megvan a burger is, kicsit várni kell, de hamarabb kész lett így is az idő előtt. És a Balázs Béla utca, mindjárt mondom, 15-21-ben hiszem az első leadást, az még a Budapest végül. Itt meg direkt megilleszthették a kapcsolatot, ne lehessen hívni a liftet ide. Komolyan okosak. Úgyhogy kénytelen vagyok a hátsó liftet használni. Más nincs. Azt a kutyit nézd, hát szevasz, hát te ki vagy? Szia! Nagyon elé vagy, hogy vagy? Jaj, de drága vagy, már megérte erre jönni, szevasz! Szia! Köszönöm! Nem tudom, mi a gondolat, de ennyi. Kíváncsi, melyik épület? A, B, C, D, E. És nem néztem. E lépcsőház. Csak lehet ilyen helyen élni. A következő átadása van a Szobieszki János utca 16. Nincs messze. Szia! Ez a harmadik cím, több most nincs, 10 óra 30 van, úgyhogy most már indul a főműsoridő. Megjött a következő címem az Erkel utcában, mégpedig Dávid csemege. Na igen, itt lesz a rádőinál. Juhé! Valószínűleg itt van sarkod. És gondolom,
nem látom a feliratot. Dávid? Az más. Dávid csemege. Ez a Dávid csemege. Igen, hát ez. Na itt még nem voltam. Szia! Itt megvan ez a rendelés is. Hát a Viola utcába kell vinnem 1,10-valahány kilométer. Nincs ez a baj, csak addig hány közért van, kérdezem. Rengeteg. Engem nem zavar. Ferenc tér után van egy sorral. Megjöttem, és a B-épülethez kell venni. Átadtam papíron. Még mindig is a helyzet, 11 óra 4 van. Ez volt a negyedik cím. Sziasztok! Kíváncsi vagyok, itt van a kolléga. Hola! Szia! Na megjött az ötödik éttermem. Ez a Paula Jede hétben, a Vakvarjú. Na mi van? Lököd itt! Mit csinált? Gyere! Emberkedj te! Na gyere te! KC! Mi van mi? Itt az ötödik cím! És megtudtam, hogy ha oda megyek regisztrálként az oltóközpontba, akkor megkapom az oltást. Ha van. Úgyhogy azt fogom csinálni. Vigyázz üveg! Hát akkor átcsorog, hír nem fogok. Itt a vak meg a várjú. Na, ez megvan. És kaptam még egy éttermet, a menzát, ami ugye itt van a Liszt Ferenc tér 2 alatt. Megvan a negyedik, ötödik, hatodik címem. Mindjárt. És ez nagyon jó nekem. Jó, kész, legalább nézzék körül. Mondjuk a sarkon nem áll az a másik autó, akkor látott is volna. Recsegek, ropogok. Szia, kutyi! Sziasztok! Na, a kettő étteremből az első leadás, kettő ételből,
az a Izabella utca 63 lesz. Gyorsan kimegyek. Kicsit egy szemüveg. Lássuk is. És zöld. Gyere, akkor már. Köszönöm. Ez az. Közvetlen az lift ajtóban az úr, úgyhogy gyorsan le is dobom. Következő leadás a Pannonia utca 68. Hát bossz, nem? Fene vigyel. Illetve majdnem a fene vigyel, mert alagút azon. Kész, ennyi. Nem megyek izén Ferdinándon, felejtős alagút. Káza. Na, le van dobva a 6. cím. Erről inkább most ne beszéljünk délben. Megyek visszafelé. Még arra is lesz a végén időm, hogy elmegyek a médiamárba, hogy elmegyek. Meg oltani is. Jött a 7. cím, a Kánán zöldséggyümölcs. Jelzek a kezemmel. Köszönöm. Gyerekek, ezt látnotok kell. Egy olyan katyvasz útvonalat kaptam, hogy hogyan kell elmenni ezért az ételért, ami nem étel, ugye, mert zöldséggyümölcs, úgy értem, hogy nem készített étel. Értitek? Tehát a Bulcsú utcából menjek be. Onnan. Nincs ezzel gond. Aztán hajtsak be, menjek rá a rámpán, menjek be erre, forduljak jobbra, menjek végig, automatálnám balra, és ott az asztalon. Gyerekek, ezzel a csodával 2,49 km Stefánia út. Na, mit szóltok? Nyomunk egy témlapset, jó? Na, itt vagyok. És még 6 percem. Na, meg sem néztem, mint kiderült, ez a svájci nagykövetség területet. Tehát igazából be sem mehettem volna, akkor kiépek Magyarországról. Ledobtam. Másik címem nincs, hogy megyek a tököl irányába. És végül a... nincs szaggatott vonal? Nincs. Akkor fordulunk. És végül le a Bringa úton.
megjött a következő étterme, nyilván nem onnan, ahol álltam, és tele volt rendeléssel. Boltos rendeléssel, hanem a Don Corleone. Ugye. És kész is van, nem fogjátok elhinni. Rá lett nyomva, hogy kész. Na ez a cím jó, közel van, ne felejts, utca 65. Mennyis csak végig menjünk ezen az utcán. Most érdekes, nem kaptam meg rá a soron következő őzét, rendelést. Na mindegy, nem aggodalmaskodom ezzel. Senki. Ja. A Dembiskin jó nagy dugó van. Na. Remélem, hogy ez. Meg kiderül. Ezt átadtam, jön a következő prémium döner kebab. 0 perccel. Na srácok, megvan ez is. A következő, és viszem a Kazinczy utca 10-be. Ha jól láttam a számot. Márpedig jól láttam, igen, Kazinczy 10. Megjöttem. Bár tudom a kódot, de csengetik. Szia! Azt hiszem, innen fogom kapni a következőt alul. Az nagyon jó lenne, 3 egyéb feladatot én. Na, a következő címem, úgyhogy fölvettem a borst, az a Trófa a Grill. Párhuzamos. Szia! Remélem, hogy nem megint egy halommal kapok, ami nem fér majd be. Nem, jó. Egy tétel. Szerencsére. Na, kész lett a telesz. De jó nyárs felirata van. Tudnak parkolni a kollégák. Megvan, és... Megőrülök, Felsőerdősor utca 7. Mi van ma? Na, valahol meghalt a felvétel, úgyhogy bocsi, most ide értem, megcsináltam gyorsan, és második emeletre kell mennem. Na, a kettőből az elsőt átadtam, és a következő lesz viszem a Jóksika utca 27-be. Nem fog belémni a zöldet az autósok miatt. Akkor a hézagokkal jönnek. Felejtős. Ezen már nem jutok ki. Talán esetleg belhinném. De ez még meg lesz, jó van akkor. Mázi. Pont sárgán értem be. Megint. Szia! Hát a figyelmi. Viszont mi? Megjöttem. Átadtam ezt a címet is, és ez volt a 11. 13.28-kor. Ez a mainek nem volt annyira pörgős. Tegnap sokkal kevesebb mentem ennyi idő alatt, és mégis több kilométer volt ő szerintük, mint ma. Ami érdekes. De ma 28 hetet ír, amikor nem is mentem ennyi távot. Úgyhogy nagyon furi. Sziasztok!
Szia, szép hölgy! Címem jött, srácok, címem jött. Trófa a grill, fordulhatok meg. Minusz 3-mal kaptam meg. Na, azt hogy csináltam? Ott jöttem el. Na, ez a cím, az Aulik utca 4-6-ba visz. Ami ugye a Szent Szabadság térnél van. Ez igen. Megszaporodtak a teraszok számok. Tizenkettedik cím. Már majdnem elértem, amit szeretnék, de még nem. És az a legjobb, hogy onnan 0,88 átvinni. Ja, csak nem ott kell. Szia! 4-6, azaz. Hello, baby! Na srácok, befejeztem a mait, ezt a pénteket. Itt vége. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy néztetek. Amúgy is nyugis már a helyzet. Pihenni is kell. Holnap nagy terep lesz ismét. Tizenkét címem volt, 8500 forintot kerestem. Nem dobom el tőle az agyam, a napok jobbak voltak, mint a mai, de ez is valami. Így legalább már följebb vittem a kis akarásomat. Találkozunk legközelebb. Legyetek jók, iratkozzatok fel. Erre még mindig figyelmeztessétek utastársaitokat. És ha nem akarnak feliratkozni, akkor nyomjátok meg helyettük a gombot. Majd lépjetek ki, hogy ne találja meg, hogy ki volt az. Na, úgyhogy sziasztok. Timelapse a végére.